Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Van az úgy, hogy a reggel nehéz döntések sorozata. Én például így a kávém előtt nehezen tudom eldönteni, hogy ezzel a Panamera Turbo S-sel menjek-e, vagy például ezzel a 911 Targával menjek. Megnehezíti a döntéshozata az, hogy itt van egy 911 Turbo S, de amikor az ember már úgy érzi, hogy dűlőre jutna az életével, akkor hopp, itt a fenyő mögött feltűnik egy 911 GT3 Touring, tudod, az a GT3, aminek nincs hatalmas szárnya. És mielőtt elhamarkodott döntést hoznék, itt van egy 718 Spider, valamint egy Taycan Cross Turismo, szintén a legcombosabb Turbo S kiadásban, és szóval nehéz dönteni. Úgyhogy megyek mindegyikkel. Csodálatosak a Porsche-k, tényleg, de a sportautó az valahol itt indul. Itt indul abban az értelemben is, hogy ez volt ugye a háború utáni ő sportautó, már nem konkrétan ez, hanem a Lotus 7, amit Colin Chapman még a népnek szánt, és aztán számtalan replikagyártó kezdte ezt a koncepciót továbbvinni és fejleszteni. Ez itt most éppen egy kétörhem. Korábban már Westfieldet vezettem, de azért az nagyon más tészta, mert az egy turbós volt, ez viszont egy 1007-es szívó, nagyjából 140 lóerővel, hosszú-hosszú hangolt leömlők. A kipufogó dob az olyan, hogyha az ember nem jól száll ki, akkor leégeti a lábszőrét, de amúgy meg föl lehet szedni a kavicsokat az útról, mert az ott mind az utastér. Nagyon-nagyon pici. És ugye ennek az egész lényege az, hogy valamivel 500 kg felett van a súlya. Kétörhem. Meg a csíkok, meg a gumik, meg a coiloverek. Az autónak minden alkatrésze arról árulkodik, hogy ez kizárólag egy dologra van kitalálva, de arra nagyon, hogy jól érez magad benne. És tényleg egy nagyra nőtt játék, de amikor az ember a sportautóból a sportot veszi komolyan, akkor ilyen autót kell vennie. Ez a klasszikus angol roadster maga. Most tudtam meg, hogy Kristóf még nem vezetett 911-es Porsche-t. Kristóf, ma meg fog változni az életed? Soha nem vezettem még 911-et, semmiet. És nagyon szerettem volna mindig, úgyhogy kíváncsi leszek. Még mielőtt elindulunk, egy fontos dolgot tisztázni kell, hogy ki nyerte a mai Tahó napszemüveg versenykontesztet, amit hát mivel Zomborec Iván kolléga nincs itt, így nektek kell elbírálni. Szóval, hogy én vagy Elvis. Na? Elvis kollégának azt javasoltam, hogy alulról építkezzünk, tehát ne a legerősebb, legkomolyabb autókkal kezdjünk. Ezért kezdésnek a Porsche Panamera Turbo S-be sikerült berakódni, ami hát bizonyos tekintetben 630 lóerővel ugyan nem az alja a felhozatalnak, ellenben sportautóságát tekintve mindenképpen. Jézusom, nézd, ez a sínjáró unimog! Tudod, ez az az unimog, ami kiereszti a vasúti kerekeket, mert megvan neki nyomtávva, és utána a gumikerékkel hajtja magát a síneken. Ez rohadt érdekes műszakilag az a jármű. Ilyen multimog most már. Igen. Hát az uni, az ugye azt jelenti a nevében, hogy nagyon sok mindenre jó. Most ez vajon miatta piros, vagy ők szarba van? A miatta az az MX-5. A jó Isten aranyozzam meg Antal. Nézd, úgy látom, nem csak minket érdekel a sínjáró unimog. Ez milyen menő érzés lehet, nem? Mi, hogy szarnak az emberek a Porsche-kra, az unimog a lényeg. Nem, az, hogy ő a 80 milliós Porsche-jel van, te ott ülsz az unimogodban, a merós kocsiban, és abból téged videóznak, igen. Rotációban vagyunk, tehát most Kristóf átül a Taycanba, én pedig átülök a sofőrülésbe, ahonnan majd megyek tovább a Taycan anyós ülésébe. Mindegy is, így fogjuk cserélgetni napközben az autókat. Mutatnám mindenkinek, hogy a súly és a teljesítmény mit indokol. Ez itt egy 275-ös első gumi, amit behúztak ilyen 21 szoros kerekekbe, és azt az egészet megtöltötték karbonkerámia fékekkel. Aztán, amikor átcsattogsz hátra,
akkor meg azt látod, hogy a hátsó gumi az 325-ös. És ne felejtsük el, hogy ez egy összkerékhajtású autó. Két nagyon fontos szám van, az egyik, hogy 630 lóerő, a másik, hogy 3,1 alatt ugrik fel 100-ra. Ugye tudjuk, hogy a Porsche ezt meglehetősen konzervatív módon adja meg, és van egy harmadik nagyon jelentős szám, a 90-es tábla az útszélén. Ugyanis ennyivel közlekedünk, tehát ezek a Porsche rendezvények, ahogy az korábban már a Total Káros videókban is megbeszéltük, jellemzően arról szólnak, hogy az autókkal urulunk, és nagyjából a képességeik 10%-ig jutunk el. De ez a 10% azt mutatja meg, hogy ha visszacsattintom komfortmódba, illetve normál módba ezt a Panamerát, akkor hogy ez egy mennyire jó utazóautó, igazából miért is ne lenne az, technikai dolog, egy RS6-os Audiban ülünk. Légrugós a futóműve, van benne egy 4 literes biturbo V8-as, a 8 sebességes CTF váltó, ami tulajdonképpen mindenben tök jó, és azt hiszem ez még az aktív stabilizátorodokat is megkapja. Ez az utóbbi néhány dolog, ez csak arról szól, hogy az autónak a 2 tonna feletti súlyát amúgy nagyon jól lehet ugye maszkolni. Igazából a Porsche presztízs kérdést csinálta abból, hogy ezt az autót jó legyen vezetni, és tényleg jó vezetni. Tehát ebben sokkal, de sokkal nagyobb tűz van, mint egy RS6-ban, holott ha megbontanánk, valószínűleg az alkatrészek nagy százaléka csereszavatos lenne. Mégis RS6-nak nem akarod tolni. A Panamerának, annak viszont nagyon, de még a kismotorosoknak is lehet ezzel az autóval, nagyon csúnyát lehet menni. Épp csak az vele a probléma, hogy aki már ült 911-ben, az tudja, hogy hát azért mégiscsak az a csúcs, meg hát nyilván a Cayman és a Boxster, meg ezeknek egyéb permutációi. Minden esetre, amikor belógatjuk egy ilyen hosszabb kanyarba egy autópálya felhajtón, az összkerék kormányzás és az aktív futómű miatt annyira, de annyira jól érezni a stabilitását, és amikor megyünk a szétbombázott utakon, hogy ott sem üt fel, csak egy szépen mozog, pedig tényleg irdatlan kerekek vannak alatta. Itt Kristóf körül, amit így magára vett, mint egy jó bőrkabátot. Ez itt a Taycan Cross Turismo, ami hát fogjuk fel úgy, mint az Audi Allroad Quattro-t, csak ez ugye az elektromos Porsche Lifestyle kombi. Ugye az autóipar azokat hívja Lifestyle kombinak, amiben hát úgy néz ki, mint a kombi lenne, de nem fér bele több cucc, mint a nem kombiba. Nem is kérdés amúgy, hogy ezt venném, mert ez a kaszni annyira elképesztően jól néz ki. És a belteje is kifejezetten ízléses, ez ugye már egy jövő bemutató autó, amiben nincs ajtószervó, de hogy ugye erre nagyon odafigyeltek, hogy ez vegán bőr, ha tippelnem kéne, a fa sem feltétlen eredeti fa. Szerintem kifejezetten menő, hogy valaki bemer vállalni egy rendes szint a vitorájára. Na, de vissza a Porsche-hoz. Itt most azért így beütött a szegény szag a komplexumba. Úgyhogy mennyire istentelen jól néz ki a targa. De szeretném megosztani veletek a nap tragédiáját. Ugyanis a felkonfnál még azt harangoztam be, hogy majd vezethetjük a GT3-at. De sajnos nem. A GT3 az az instruktorautó. Tehát Csabi és Péter közlekednek vele. De ez itt talán a legérdekesebb a felhozatalban, két szempontból is. Az egyik ugye, mert hogy egy GT3, tehát benne van itt valahol a hátsó tengelyen mögött a 4 literes szívó boxer, valamivel több mint 500 lóerővel, és ami ebben igazán sakálos az az, hogy ez a fordulatszemmérő ott bent, az nem véletlen van beskálázva 10 000-ig, mert hát ez az autó, ez 9000 felett ilt egy egész picivel. Sajnos még csak versenypályán vezettem, tökre érdekelne amúgy, hogy milyen utcán. És ami szintén érdekes benne, hogy ez itt egy Touring. Nem azért, mert hogy elmehetünk vele az országos kék kereszten, hanem azért, mert hogy ez az a GT3, amiről levették azt a nagy hátsó szárnyat. Ugye a GT3-esnek van a komikus méretű hátsó szárnya, a sima GT3-nak van a nagy hátsó szárnya. Ugye ez a Touring modell, ez azoknak szól, akik egy kicsit kevésbé exhibicionisták. Viszont ezzel együtt minden jóság megvan benne, tehát a többi 911-essel ellentétben ennek is kettős keresztlengőkaros első futóműve van. Csak egy kicsit szolidabban néz ki. Viszont, mint ahogy most megtudtam, 90 literes tankot, valószínűleg a túratank opciót is lehet hozzá kérni. És Csabi azt mondja, hogy így gurulgatva, ilyen 11-2 literrel is el van, tehát egészen többenetes hatótávot ki lehet belőle hozni.
Nyilván a hasonlat az Audi O-Road Quattro-val egy kicsit gonosz, mert itt azért egy picit talán többről van szó. Tényleg az a lényeg, hogy a futómű kapott 2 plusz 1 centi emelést, ami miatt lett némi terepszöge, amivel hát nyilván nem fogunk triálozni, mert ez nem az az autó ellenben, hogyha föl kell menni mondjuk a szőlőbirtokra, vagy át kell menni valami burkolatlan úton a sivatagba, akkor azt tökéletesen tudja. Szóval, hogy ezek azok az autók, amik a való életben tényleg gyorsak. Mármint, hogy most, ahogy itt mentünk a kátyús úton, és láttam, hogy a 911-esek meg a 718 kerülgette a kátyukat, én meg csak egy finoman gurultam az autóval, és ezzel a légrúgós futóművel olyan elképesztő csillapítása van, hogy nem hittük el. Tudjátok, amikor egy szabvány autóval átmész a fekvőrendőrön, akkor berugózik, kirugózik, és még csinál egy hoppanást. Ez az autó nem berugózik, visszatér az eredeti pozícióba, és ott marad. Nyilván egy nagyon komoly számítógép dolgozik azon, hogy ezt tudja, de valószínűleg amúgy az is segít így kanyarokba, hogy ez egy gördeszka, tehát hogy egy akkumulátorokkal eléggé kibélelt padlólemez, és minden, ami nagyon nehéz benne, az jellemzően a tengelyvonal alatt van. És nyilván ez itt a puhús változat, hiszen terepes, rohadt nagy idézőjelben, de még ez is nagyon-nagyon penge. És mivel ugye ez egy turbó, ebben is van sebességváltó. Tényleg, ez egy olyan villanyautó, amit hogyha megpadlózol, akkor visszagangol egyet. De szokták mondani, hogy azért jó a villanymotor, mert hogy nagyon széles az a működési tartomány, ahol le tudja adni az erejét, de ugye nem végtelen. És azzal, hogy van benne egy váltó, ezzel nagyobb sebességnél is gazdaságosabb tud lenni. Ha visszagangol, akkor meg eszetlen nagyot tud rugni. Én mindig meglepődök, hogy mennyire szeretem ezt az autót, de milyen a 911? Hát ez valami csodálatos. Nagyon? Nagyon! Ez itt most éppen egy 911, nyilván targa, mert látszik a hátam mögött a bukókeret. Na ez az a dolog, amire manapság már egyáltalán nem lenne szükség, hiszen bőven-bőven tartott az anyagtechnika, hogyha ez az autó felborul, akkor megtartja a szélvédőkeret, vagy lenne hátul valami aktív bukókeret, ami kiemelkedik, mondjuk mint egy E46-os BMW-n annó. De nem volt ez mindig így. A 70-es évek Amerikájában akkor éppen a biztonságra voltak rágyógyulva az emberek, úgyhogy valami, és az egyik legnagyobb félelem az volt, hogy az autó felborul és az emberek nyakukat szegik. Úgyhogy megcsinálták a targát, ami tulajdonképpen egy fix bukókeretes kabrió, ezzel a jellegzetes hátsó búrával. És hát annyira megszerették az emberek, hogy hiába van 911 kabrió, hagyományos kabrió, hiába van speedster a jellegzetes púpokkal, az alacsonyabbra vágott szélvédővel, a targának is maradnia kell a kínálatban. Egész egyszerűen szerintem azért, mert pokoli jól néz ki, és hatalmas show, ahogy csukja a tetejét, és így a kis lapkákat itt elemelgeti oldalt, és a helyére illeszti ezt a hatalmas üvegfelületet, amit amúgy felemel a csukásnál. Ez az autó most itt egy 4S, tehát a 3 literes biturbo 450 lóerőre beállítva, összkerékhajtással, és benne a Porsche Doppelkupplung Getribe, vagyis a dupla kuplungos váltó. Igazából nagyon szeretem a nyitott autókat roadsterként, tehát meg vagyok veszve azért a Spyderért, imádom tényleg a Boxstert, de nekem egy 911 az legyen zárt, egész egyszerűen azért, mert azzal a tetővonallal adja ki. Ezeknek a rendezvényeknek amúgy mindig rendesen megadják a módját, tényleg, hogy az ember a lehető legtájidegenebbnek érezze magát. Mutatom az ebédünket, a levest. Sült kápia paprika málnakrémmel a tetején, édes mózsával. Egészségetekre. Kérdeztem, hogy a termék minta után majd lesz-e egy tányéros verzió, nem értették. Mindig jó nevetni azokon a dolgokon, amiket nem ismerünk, vagy nem érzünk át, de ez eszméletlen finom. Nagyon-nagyon jó. A feleségem nem viszi el, hogy milyeneket eszek. Még nincs rajta a köret, amit... Ó, hogy még érkezik a köret. Igen, azért van, hogy... Rám is érkezett belőle a csomó. A versenyautó sajtó kilincs az egyik legjobb pofább geg, ha bár tudom, hogy ez igazából itt egy kilincs, ami egy ugyanolyan zármechanikához kapcsolódik, mint bármiben. Ez megint inkább az ember gyerekkorának szól, hiszen a versenyautóban is ilyen volt az ajtóbehúzó, vagy hát a kilincs. Ez az én autóm, a 718 Spyder. Van ennél gyorsabb, van ennél erősebb, itt konkrétan ebben a sorban is, meg aztán a Porsche palettáján nyilván mindenhol, de ennél könnyebb, hát az kevés, és vezettem ennek az autónak a
platformtársát, ugye a Cayman-t turbomotorral, 2 literes turbomotorral, amit a Porsche-sok lenéznek, de az egy zseniális autó. Ellenben, amikor belekerül a 4 literes 6 hengeres Boxster, az egy másik polcra emeli. És ez a motor, sokan azt hiszik, hogy ez a GT3 4 literesének valami szelídített változata, de nem. Ez a 3 literes biturbo Boxster motorcsalád alapjaira épül, ugye annak növelik meg a lökett térfogatát. 4 literes, elmegy azért szépen 8000-ig, ami sok, 4 literből meg aztán végképp. Ez egy nagyon ideális lökett térfogat, mert lent azért még akad nyomaték, úgy azért arrébb visz egy ilyen kis fürdőkádat, de még lehet forgatni, nagyon szépen lehet forgatni. És emiatt az autó roppant intimmé válik, tehát ez egy nagyon elcsépelt szó, de tényleg az van, hogy minél kevesebb van köztünk és a természet között, mint mondjuk előbb a Caterhamben, annál élvezetesebbé válik ez az egész, és mivel nincs teteje, ezért az egész egy kicsit átélhetőbb, intenzívebb. És az is teljesen biztos, hogy ebből a konvojból még a családi kombi is lelépi 100-ig, de hát most a 0-100 az utoljára az autós kertjen volt érdekes, ez az az autó, amire szükséged van. Mert Csabi azt mondta, lendületet vehetünk. Ez volt a visszagangolás, 4000 repni. Ívre tesszük, és amikor a motorfékkel belógatjuk a kanyarba, egy kicsit ráterhel az elejére, és még határozottabb lesz a tapadás, hát a középmotor, nincs vita. A középmotor a legjobb, hogyha gyorsan akarsz menni. Persze, reszelhetik a 911-est, bár megjegyzem, hogy a 911 RSR, tehát a versenyautó, amivel Le Mans-ban mennek, az már szintén középmotoros, mert a motor nagyobbik része van a hátsó tengely előtt. De tényleg ez az út, ha gyors autót akarsz csinálni, akkor itt van a motor. Vagy hát láttuk a Mission E-t, ami majd az elektromos Boxster per Cayman lesz. Az a jó, hogyha a hajtáslánc a két tengely közé van beplaszírozva. Nem lesz itt gond, de egy ilyet el kéne rakni. Ezt kell hazavinni. Ezt nekem, az Zsófinak. Na milyen volt, Kristóf? Ez nagyon aljas. Nagyon? Nagyon. Rettenetes. De tényleg, ahogy ez megindul, az elektromos autóktól is egy ilyen arimáni dolog lenne, de ettől meg... Na ez a gyorsulás az, ami már villanyautós mércével is durva. 2,7-et ad meg rá a Porsche, de aki eddig megmérte, az jellemzően ilyen 2,5-ös, 2,4-es értékeket mért, de ez a legkevésbé érdekes adata a 911 Turbo S-nek. Minden ilyen csoporttesztet a csúcson kell abba hagyni, hát nekem a csúcs az a Spider volt, de hát most nyilván szakmai alázatból sem hagyhatjuk ki a Turbo S-t. Ez a ma kapható legdurvább 911-es utcai, tehát most nyilván nem a GT modellekre gondolok, bár ha teljesítményt mériskéljük, ameddig nincs GT2 RS, addig ez a legerősebb, ugyanis 650 lóerős, felfoghatatlanul sok a nyomaték, és jóval több, mint 800 Nm. Ez most itt egy 3,8 literes boxer, természetesen 6 hengeres, természetesen biturbo, és ebben minden benne van, amit ma a Porsche az utcai sportautóiba kínálni tud, főleg azért, mert nem kell versenyosztályokhoz igazodnia, nincsenek korlátozások. Ez lehet összkerékhajtású, ennek lehet aktív futóműve, ennek lehet aktív torkvektoringja, ennek lehet aktív stabilizátorrúdja, ennek lehet aktív összkerékkormányzása is, ami elképesztően érezhető, hogy működik. Tehát ahogy az autó fordul és beterhel kanyarokba, az egy csoda. Ez egy annyira, mindig elmondom, mert tényleg már önmagamat unom, hogy mennyire más szintje az autóépítésnek a 911-es Porsche, és ez a turbóban csúcsosodik ki. Egyrészt tényleg kriminálisan megy, de az a 2-feles 0-100 az még a kevésbé érdekes adatok közé tartozik. Itt tényleg az elérhető oldalgyorsulás, a fék teljesítmény, tényleg úgy áll meg, hogy az ember szemei, azok így bungee jumpingolnak az ereken, ott vannak a központi anyás versenykerekek alatt, az ekkora istentelen kerámia féktárcsák. Ez az autó a csúcsa annak, amit a Porsche utcára kiszabadít. Persze van GT3, de az nem ennyire erős, van GT3 RS, szintén kisebb teljesítménnyel. Valószínűleg azok amúgy versenypályán gyorsabb autók ennél, bár igazából a franc se tudja, mert itt a gyors már egy teljesen más síkon értelmezendő kijelentés.
ez az autó, ez egy fegyver, ez veszélyesen megy. Most ez nincs meg kamerán előbb, itt egy kicsit elléptem, és tényleg éreztem azt a jellegzetes bizsergést, amit egy erősebb Tesla szokott csinálni a lábban, hogy ugye a vérkeringés már egy kicsit meglassul. Sajnos rajtautomatikát nem próbálhatjuk ki. Próbáltam már a rajtautomatikáját egy isztambuli sajtórendezvényen. Nem tudom őszintén azt mondani, hogy szeretem ezt az autót, de kevés autót tisztelek ennyire, mint ezt. Ugye a Porsche az adni szokott ezekre a gegekre, mint például előbb mutattam az ajtóbehúzót a Spider-ben, viszont itt a zöld számlap az igazán látványos, ez ugye a 356-os óta ilyen. Billegteti a nyomatékok azt itt. Hagyd abba, nem otthon vagy. Pont ezért tudom ezt megtenni, a szívódízzal aztra nem szól így. Talán az eddigi rendezvények közül autózás szempontjából ez volt a legjobb. Jó csapat jött össze, nem volt nagy forgalom, úgy, ahogy lehetett haladni. Az emberrel itt vannak kedves kollégák, akik ilyen bájosan belenevetnek a varázókőbe. És én a napot valamiért úgy éreztem, hogy a Taycannal kell zárnom. Nem azért, mert kiégtem a belső égésű motoros autókból, hanem egyszerűen csak azért, mert a test és lélek megnyugvásra talál, és közben pokoli jó. Arról nem beszélve, hogy így hallgathatom kigyorsításnál az előttem menő Spider 4 literes szívóját, ami mindig jó. Tényleg, ha majd ez a fajta vezetési élmény leszivárog mondjuk a polgári villanyautók irányába is, nem lesz itt baj. Bekéreckedtem egy körre a Caterhambe. Indulhatunk? Aha. Jézusom, már most félek. Nankang Air 1 szemiszlikeken vagyunk, meg is tudom mutatni. Ott így. Ó, van index. Az a kormány, az szerintem kisebb, mint néhány számítógépes játékban. És ez a kaszni. Így. Ebben ülünk. Az egész utasteret fel tudom venni a közepes látószöggel. Úgy, hogy csak kinyújtom a karomat. Azért ez kevés autó tudja. Hátul mögött ketrec. Előttünk meg egy 70-es, 80-as évekbeli Ford Block. 70-es években kezdődött a történet. Kitartott a 80-as évek. Az az érdekes ebben az autóban, hogy nagyon érezni rajta, hogy ez egy angol kisipari termék, és hogy abból dolgoztak, ami volt, és sok dolog odaesett, ahova éppen kiadta. Na most az a váltógomb, az ott semmi esetre sem ideális ergonómiailag, hiszen ez alatt a háromaraszi műszerfal alatt van, már amennyiben nevezhetjük ezt a karbonlemezt műszerfalnak, de hogy oda nem olyan jó benyúlni váltásnál. Soha nem volt még ilyen indokolt ez a szemüveg. Ez nagyon kész van. De kész van ez az autó! Ó, basszus! Úristen, hogy fog azt az úristenét! Ez volt a szerény nap. Írjátok meg kommentben, hogy mit vinnétek haza, aztán iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, csengőt, aztán jövő héten folytatjuk.